Újra felütötte a fejét a szokásosan szeptember 3. hetében előforduló vírusos megbetegedés azon gyermekek körében, akik közösségbe kerültek. A szakemberek szerint ez egy szokványos dolog a tanévkezdés megkezdésekor. A vírus igen fertőző, van, ahol rendelésenként 60-70 eset számmal dolgoznak a házi orvosok. Köhögés és náthatársul a megbetegedéshez, átmenetileg 2-3 nap erejéig pedig torokfájás is előfordulhat. A dolog nem új, már több mint 10 éve észleljük azt, hogy az iskola és az óvoda kezdés minden szeptemberben azt vonja maga után, hogy szeptember 2.-3. hetétől a nem súlyos, enyhe felső, illetve alsó légúti fertőzések száma drasztikusan megnő. Ha belegondolunk, ez teljesen természetes, ugye 2-3 hónapig a gyerekek otthon voltak, közösségből kiszakítva, most visszakerülnek, az idő is hűvösödik, rosszabbodik, sokkal nyálkásabb, párásabb az éghajlat, ilyenkor a vírusok sokkal könnyebben megtámadják a gyermekeket. Ez egy természetes folyamat, melyet a szakember szerint nem lehet megkerülni. Mindenképp át kell esni rajta, hogy 2-3 hét leforgása alatt véget érjen a megbetegedések sorozata. A dolog nagyon egyszerű, mert igen, erőteljes eklatás tünetei vannak, tehát amikor a gyerek bágyattabb lesz, esetleg hőemelkedése, eldugul az orra, az első 1-2 napban fáj a torka, ez már bizonyíték arra, hogy a vírus ott lappang a gyerkőcben. Az említett tünetek esetén általában antibiotikumos szerek nélküli kezeléssel is eredményt lehet elérni, gyógyulás után pedig ezen vírus ellen ellenálló lesz a szervezet.